Szent László kultusza Magyarországon mikor alakult ki? Mennyivel a halála után lett ő egy lovakirály, egy ideális lovakirály? Szent Lászlót már az életében is szentként tisztelték, szentnek tartotta a nép, de valójában az a kultusz, amit ma ismerünk, mondjuk a freskókon megjelenő Szent László, pontosabban a magyar szent királyok, ugye Szent István, Szent Imre és Szent László hármasa, meg maga a legenda, az az anjouházi királyok idején vált és alakult ki klasszikus formában. Jelenleg egészen úgy tűnik számomra, hogy ez a fajta kultusz egyfajta tudatos államesmeépítés eredménye volt, és ez egy nagyon bölcs dolog, hiszen egy meglévő hagyományra építette föl, akkor, amikor a Turul nemzetség, az Árpádház kihal, és korábban közmegegyezésen nyugvó dolgok válnak kérdésessé, és akkor visszanyúlik ehhez a kultuszhoz az akkori gondolkodó, államszervező gondolat, és erre építi föl Magyarország eszményét. Erre nagyon jó példa az, hogy például Erdély és Magyarország határán vannak olyan eredetileg ebben a korban ortodox templomnak épült templomok, hiszen tudjuk, hogy ebben a korban már megjelenik Magyarországon a bejövő keleti rítus követő, ma románnak nevezett vlach népesség, és ezekben a templomokban ott van Szent Imre, Szent István és Szent László freskója. Tehát egyfajta pecsét volt arra, hogy ide érkeztetek, elfogadjátok ennek az országnak a törvényeit, ennek az országnak az eszményeit, és magatok is a Szent Korona alatt valóivá váltok. És ez nagyon jól tetten érhető a szentelő hősök hagyománykörében is, amihez Szent László király is kiemelkedő módon tartozik, ugyanis az a miénk, azt tudjuk birtokba venni, azt tudjuk sajátunként kezelni, amit meg tudunk nevezni. A magyarságnak, különösen a magyar paraszti hagyománynak van egy nagyon erőteljes, jól körvonalazható, jól kitapintható vonulata, ez pedig a szentelő hősök hagyománya. Tudni illik, itt járt Szent István király, itt járt Szent László király, Mátyás király, amikor itt járt, Rákóczi, Kossuth, és így tovább egészen a 20. századi szentelő vezetőkig, és leszúrta a kardját, akkor nevezte el ezt a fát ennek, annak, amannak. Ez benne gyökerezik az ősi keresztény, már a 3. 4. században megjelenő szent kultuszban, de annak egy nagyon érdekes, sajátos, nemzeti sajátosságokkal teletűzdelt változata. Ennek a kultusznak a lényege az az, hogy tulajdonképpen ezek a szentelő hősök a maguk módján folytatói és munkatársai az Isten teremtő művének, és életükkel, tevékenységükkel tulajdonképpen jelenvalóvá teszik az isteni tevékenységet. A jelenvalóvá teszik azt a művet, amivel az Isten megteremtette a világot. Egyfajta analógiás, mágikus gondolkodás ez, hogy amikor problémák, nehézségek, gondok vannak az emberi élettel, akkor visszanyúlunk a tiszta, a romlatlan, az eredeti kezdethez. Ezek a szentelő hősök így nyúlnak vissza. A legjellemzőbb gondolata a szentelő hős jelenlétének, hogy ez abba az időbe történt, nagyon sokszor hallottam ezt Gyimesben, Moldvában, de itt az Alföldön is, amikor még a kő lágy volt. Tehát amikor Szent László király itt járt, még lágy volt a kő, és a lova patája megöröködött ezen a kövön. Ezek aztán szent helyekké, valamilyen kultikus vagy kultuszhelyekké válnak. Ez az a tudattartam, ami átível téren és időn, és ami nagyon erős kötődés, közösségi kötődést alakít ki a földrajzi tájhoz, a történeti létezéshez, tehát egyfajta csomópontot alakít ki a tér és az idő vonatkozásában, és ez a csomópont egyszerre tájékozódási pont is a közösség számára. Nagyon fontos, nagyon emlékezetes tájékozódási pontunk Szent László király, gondoljunk csak a mondáira, a lány megmentésére. Azért sűrűsödik, azért tömörül Szent László király alakja köré ez, mert ő személyében egyrészt alkalmas volt származásával, habitusával, emberségével, vallásosságával alkalmas volt erre a szerepre, hogy a saját személyében a folytonosságot emelje föl. A diktatórikus törekvések mindig azzal jönnek, hogy velük kezdődik az idő. Ez az előző éra, előző korszak tagadása, és a saját erények kiemelése. A
hagyományos gondolkodás pedig folyamatosan a folytonosságot hangsúlyozza. Gondoljunk csak Szent István király intelmeire, ahol azt írja Imre hercegnek, hogy ha uralmon akarsz maradni ebben az országban, szokásban és hagyományban követned kell az erőtted uralkodó uralkodókat. Na most, ha ezt egy középiskolás diáknak, gimnazistának elmondjuk, akkor joggal teszi fel a kérdést, de hát nem azt tanuljuk, hogy Szent István volt az első királyunk, és ő maga mondja azt, hogy szokásban és hagyományban követned kell az előtted uralkodó uralkodókat. Nyilván egy olyan hagyományra gondol, ami később a nemzeti romantikában is megjelenik, általad nyert szép hazád bendegúznak vére. Tehát, hogy egy király sor aktuális, éppen időszerű képviselője, és azt a hagyományt kell folytatni, amit ez a királysor számára kijelöl, megújítom ezt a hagyományt, teljesen átalakítom, megreformálom, de a folytonosságát soha nem tagadom. Most Szent László királya maga személyében hordozza ezt a folytonosságot. Egyrészt, és éppen ezért egyik legjelensebb szentünk, ezért példa számunkra, hiszen minden oka megvan arra, hogy gyűlölje Szent Istvánt. Gondoljuk végig, elűzi a családját az országból, nagyapja fülébe forró olmot öntet, alkalmatlanná teszi az uralkodásra. Azért hívják őt Lengyel Lászlónak, mert emigrációban, Lengyelországban születik a meg testvéreivel együtt, nem térhetnek haza Orszalói Péter rémuralma alatt, különösen nem, és ahelyett, hogy Szent István ezt a személyes vonatkozást erősítené, ő oltárra emeli Szent Istvánt, oltárra emeli Szent Imre herceget, ő az, aki a zoborhegyi remetéket, Gellértet szenté avattatja. Ez a kor sajátosság, hogy itthon történik ez, később ugye központosított szenté avatás szemben, de mindenképpen példát ad nekünk, és a személyével is gondoljunk bele például egyetlen jelenetre a Szent László legenda sorból, a legutolsó jelenet, a fejbenézés. Ott van egy szkíta övcsaton, évszázadokkal, évezreddel korábbról maga a jelenet, és ott van 20. században gyűjtött balladáinkban, például a Molnár Anna balladába, nézz egy kicsit a fejembe, burkosfának árnyékába. Tehát egy olyan kulturális, olyan eszmei eseményt, és számos ilyet lehetne sorolni, hogy táltos lova volt, amit a nép képzelete, vagy a nép hagyománya az ő alakja köré csoportosít, számos ilyet lehet sorolni, ami a folytonosság, a kulturális, eszmei, gondolati, lelki folytonosság felé mutat, azt erősíti. Tehát ez a fajta folytonosság a Szent László tiszteletünk legfontosabb oka, és ez az, amit benne lát a paraszti népünk. Erre majd az előadásban egy példát fogok hozni, egy Gyimesi Csángó mondát, amiben úgy jelenik meg Szent László király, mintha a szomszédom lenne, mintha köztünk lenne. El is mondta az ezt mondó hosszú Fülöp bácsi Salamás patakában, Gyimesben, hogy erős, ügyes ember volt Szent László. Tehát, mint a személyes tapasztalata lett volna Szent Lászlóról. Ez a fajta közelítés az, ami élővé teszi ezt a kultuszt, és ami közösségi kohéziós erővé válhat, vagy válik, vagy vált, és mára talán ez meggyengült, de bízunk benne, hogy a Szent László éve ezt egy picit újra erősíti. Mátyás király is tudatosan nyúlt vissza a Szent László kultuszhoz. A Mátyás templomban rengeteg freskó pont ott a főoltárnál Szent Lászlóról van mintázva. Ezek szerint Mátyás is már tudatában volt azzal, hogy a legitimitását a Hunyadi háznak Szent László által erősítse? Folytonos volt. Tehát Zsigmond pénzein is ott van Szent László, Mátyás pénzein is. Amit Szent Istvánról mondtam, ha meg akarsz maradni itt uralmon, szokásban és hagyományban követned kell az előtted uralkodó uralkodókat. Mátyás ezt a brandet követi, ezt az eszmét folytatja a maga erejével, és ő is válik Szent Lászlóhoz hasonlóan mitikus uralkodónká. Ne felejtsük el, hogy ő maga is belép ebbe a sorba, hiszen Mátyás király nem halt meg, hanem a hegy gyomrában várja azt, hogy szükség legyen rá, és ott alszik körülötte a fekete serege. Tehát belépett ebbe a halhatatlan világba, belépett ebbe az időn kívüli szakrális idő, kilépett a profán időből, és belépett a kairoszba, a szent időbe. Tehát ő is hihetetlen monda körrel, mesevilággal létezik a magyar közösségi tudatban, és ilyen módon társa Szent Lászlónak. De a történeti Mátyás király az csak folytatta azt a hagyományt. Én azt hiszem, hogy addigra már a Szent László freskók festésének sodra
már Mátyás király földi uralkodásának idejére már egy picit visszászorult, de ezek a freskók, ezek élő módon jelen voltak ebben a korban. Tehát ne felejtsük el, hogy ez a gótika, a késő gótika kora. Bármennyire is emlegetjük Mátyás reneszánsz uralkodóként, ami igaz is, de ez a korszak a Szeged alsóvárosi templom építésének ideje, a nyírbátori gótikus templomok, vagy a kolozsvári Farkas utcai templom építésének ideje, tehát még Mátyás után is javában virágzott Magyarországon a késő gótika. Ez egy korsajátosság volt, és ez a korsajátosság, ez az állameszme sajátosság marad meg a népi tudatban a legutóbbi időkig, a 20. századig is. Mennyire van rálátásunk arra, hogy még életében Szent Lászlót mennyire tartották idézőjelben szentnek, hiszen a Vatafia János felkelés után született ő, tehát eléggé zavaros időszak volt akkor a magyar történelemben, és keménykező törvénykönyveket hozott, tehát kézlevágással büntetett egy lopást. A kortársai, tehát az akkori emberek vajon hogy néztek Szent Lászlóra? Nagyon nehéz a mai eszünkkel, a mai szemléletünkkel belelátni ebbe az időbe, mert nyilvánvaló csak azok a források vannak. Ehhez, hogy ezt pontosan tudjuk, a mai oknyomozó forrás alapú történészek tudása kellene, de keveset tudunk erről. A legendáink, a források arról tanúskodnak, hogy Szent László mint személyével magas. Említettem azt, hogy egyfajta ősi jussot, egyfajta ősi hagyományt is görget. De Szent László maradéktalanul megfelel a kor férfi eszménynek, a lovag eszménynek, és ez a kettősség jellemzi őt, és nyilvánvaló, hogy ez életében is megvolt. Minden forrás arra enged következtetni, hogy óriási vallási tekintélye volt, gondoljunk a szabolcsi zsinatra, óriási királyi tekintélye volt, óriási hadi tekintélye volt, tehát nagy valószínűséggel mondhatjuk, állíthatjuk azt, hogy Szent László királyt a kortársai, Szent László királyt a korabeli magyarság, a korabeli Európa már életében szentként tisztelte. Ne felejtsük el, hogy ekkor ez nem egyedi eset. Szent Erzsébetet, Szent Margitot, aki közvetlen rokonságában állott Szent Lászlóval, ugyanígy szentként tisztelték az ő életükben. A Szent László kultusz napjainkban a láb hagyott. Lehet-e ezt újra éleszteni, vagy a kor elment fölötte? Az a tapasztalatom, és most a Szent László év kapcsán nagyon sok helyen tartottam előadást, sok helyen vettem részt beszélgetésbe fiatalokkal is, hogy a mai embert, a mai fiatalokat is izgatja ez a dolog, csak nem egyfajta poros tudnivalót, vagy nem egyfajta ilyen merev szentképet kell eléjük állítanunk, és nem is kell modernizálni Szent Lászlót. Szent László király kultuszában, hagyományában minden benne van, ami ahhoz szükséges, hogy ma népszerű és követendő szentünk legyen. És egy nagyon fontos dolog, hogy a helyes mértéket mutatja meg. Az az ember, aki Lengyelországban születik, lengyel édesanyától, Magyarország királya lesz. Szakrális uralkodóként ellenzi az uralmat, nem akarja a földi hatalmat, ezt kényszerből, ezt szolgálatkészségből fogadja el, és akinek a lánya bizánci szent lesz. Tehát egy a maga korába nagyon mélyen beágyazott emberről beszélünk, aki egyszerre hordozza magába a Szent István előtti hitvilágunk nagyon-nagyon sok elemét, és egyszerre teljesen is maradéktalanul keresztény. Azt hiszem, hogy ennél aktuálisabb, ennél időszerűbb üzenet nem lehet ma. És még egyszer az a tapasztalatom, hogy erre nagyon kíváncsiak, erre nagyon éhesek a mai fiatalok, csak megfelelő módon kell ezt a tartalmat föltárni előttük, és elindítani őket Szent László nyomán. Lehet akkor azt mondani, hogy az első európai uralkodónk Szent László volt? Nem, mert gondoljuk végig, hogy milyen példa az, hogy Attila hódoltatja Rómát. Most mitikus történelemről beszélünk. Minden hatalma megvan rá, hogy elpusztítson valamit, és fejet hajt, és visszajön. Mutassunk ma ilyen politikust, mutassunk ma ilyen erőt, földi erőt, aki meghajtja a fejét. Ezt a hagyományt folytatja Szent István királyunk, aki vaskézzel teremt rendet, mert pontosan azt látja, hogy áldozatot kell hozni a megmaradásért. És ebbe a sorba illik bele Szent László, aki a saját személyes sérelmét, vagy saját családjának tragédiáját félre tudja tenni, és megértve a Szent Istváni törekvéseket, folytati tudja azt a művet, vagy betetőzi azt a művet, vagy teljessé teszi azt a művet, amit Szent István elkezdett. És maga is alanya, maga is forrása a további kibontakozásnak.